A sóstói termálmedence most is népszerű a fürdőzni vágyók körében, de hamarosan az üres napágyakat is elfoglalják a látogatók. Jelenleg az előkészületi munkák zajlanak a parkfürdőben. A zöld felületek felkészítése közel 2 hónapos folyamat, ez idő alatt teszik rendbe a fákat, egynyári növényeket és a füves területeket. Ilyenkor újulnak meg a medencék is. Jelen pillanatban, ha most fürdő szempontjából nézzük a dolgot, ott járunk, hogy félidősek vagyunk, ami az 50 méteres medencét illeti, hiszen május 2-án bezártuk és elbontottuk felőle a sátrat, ugye, ami télen lehetővé teszi, hogy a vendégeink használják ezt a medencénket. Most van folyamatban a vízcsere, a homokszűrők cseréje, utána jön majd a hatósági vízmintavétel, mikor újra felengedjük a medencét, ugye annak is meg kell várni az eredményét, és május 19-én fogjuk majd, tehát pünkösd előtt, már a pünkösd hosszú hétvége előtt már üzembe tudjuk helyezni majd a medencét, és azt tudják használni vendégeink. Tavaly közel 230 ezer látogatót fogadott a parkfürdő, közülük 40% külföldi vendég volt. Idén több 10 000 plusz vendégre számítanak, amelyet a most épülő szálloda biztosít majd. A parkfürdő hivatalos nyitása június 2-án lesz, ahogy a nagykállói napstrandnak is. Itt most még teljesen üresek a medencék, hiszen a karbantartási munkák folynak. A hosszú tél megsértette pár helyen a medencéket. Ezek renoválása, az öltözők tisztasági festése és a környezet növényeinek szakszerű nyírása a legfontosabb, mielőtt elindul a strandszezon. Lesz az idén 24 órás úszó versenyünk ismét, ennek óriási nagy sikere van minden évben augusztus környékén. Illetve lesznek majd hétvégente egyéb programjaink, vannak civil szervezeteink, akik szintén akarnak majd délutáni, illetve esti programokat szervezni a nagykállói fiataloknak, illetve a strandra látogatóknak. A fiatalos programok mellett a családias környezet teszi még vonzóbbá a nagykállói strandot. Egy hétvége felé jön az igazi tavasz, hogy ebből mikor lesz megint újra igazi nyár, azt nem tudjuk megmondani, de legalább 50 ezer vendégre számítunk ezen a nyáron is. Mi fel leszünk készülve erre többre is, hogyha az időjárás olyan lesz, és azért igazi nyári időszakok lesznek, akkor bízom benne, hogy ennyien leszünk majd a nagykállói strandon. Termálvizes kútfúrását is tervezik, ehhez folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket. A polgármester ígérete szerint, ha igény lesz rá, az önkormányzat saját forrásból is beruház majd erre a projektre.